Magyarország kormánya 2017-ben népmesepontok létrehozására írt ki pályázatot összesen 1,2 milliárd forint értékben, melyre országszerte 14 létesítmény pályázott sikeresen, köztük a Jász kerület non-profit Kft. Is. A Jászberényi Városi Könyvtár gyermekrészlegének nagyszabású átalakítása már el is kezdődött. Az elnyert forrásból megszervezték az első jászsági népmesepont tábort a Jászberényi Városi Könyvtárban. Az lesz a neki való feleség, a jó királyné? A nyertes pályázat célja, hogy a népmesék segítsék a gyermekek személyiségének, képzelőerejének fejlődését úgy, hogy a köznevelést kiegészítő, a tanulás segítő szolgáltatások új neveltetési formák középpontjában a magyar hagyomány, a magyar tudás, a magyar népmese áll. Ez a pályázat 3 éves, és ez az első év, amikor elkezdtük csinálni, tehát ez az első táborunk. Azért még nekünk is új sok mindent táboroztatunk már gyerekeket, de nyilván nem pályázatból, és nem ilyen szinte luxus körülmények között. Ez még lesz 2 évig, az elkövetkező 2 évben is lesz tábor, és akkor már az elkészült helységben, a népmesepontban fogjuk tartani. Ez egy ideiglenes helyszín, a nagy terem, mert még nem készültünk el, de ahogy körbenézek, ezt is nagyon jól sikerült belakni a gyerekekkel. A tábor július 9-én hétfőn kezdődött. A változatos, nem mindennapi programok 5 napon keresztül színesítik 25 gyermek vakációját. A virózsát hajtogatni? Igen!